Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Deák Dávid üzletkötő van itt velünk, szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Mi a helyzet? Hogyan működünk ma? Tegnap kicsit forgalom tekintetében egy olyan csendesebb nap, hogy hát az elmozdulásaiban is lássuk be, hogy a 4%-os mínusz, most mi történik? Ma is nagyon csendesen indul egyelőre a reggel a budapesti értéktőzsde, de 1%-os mínuszban 54.592 ponton áll, mindössze 550 millió forint volt eddig a teljes forgalom. A tegnapi naphoz hasonlóan ma is egy kicsit inkább kivárással kezdik a hazai vezető részvényeink a napot. Egyedül nagyobb mozgást az OTP-ben láthatunk, 0,5%-os eséssel kezdi a hazai bankpapír a kereskedést, 18.955 forinton kereskedik ebben a pillanatban, és az 550 millió forintos forgalomnak körülbelül a 2/3 az OTP bank részvényeiben mutatkozott. Egyébként nagyobb elmozdulást a nagyobb papírunk közül a Richter tud mutatni, hogy 4%-os emelkedésben van, 8560 forinton áll, és 1,1%-os pluszban a MOL is, és a Telekom is 2722, illetve 425,5 forinton kereskedik. Érdekesség egyébként a közepes méretű papírokban, hogy a Delta majd nagyobb pluszban van, 7,7%-os pluszban, 75,4 forinton kereskedik, meg húzták ma reggel. Igen, úgy néz ki, hogy most a középmezőny meg a hátsó sor az, ami nagyon élénk az elmúlt napokban. Mi újság Európa szerte? Mennyiben hasonló a kép? Európa szerte is nagyon hasonló, nagyobb mozgást igazából egyetlen vezető indexbe se láthatunk. 1,1%-os mínuszban áll a német DAX, a párizsi Kakaron és a londoni FTSE is. Az olasz és a spanyol tőzsde hasonló mértékű pluszban van, illetve az amerikai határidőkben is most 1, illetve 2,1%-os pluszokat láthatunk. Így nem mondhatni sehol igazából a világon, hogy óriási elmozdulásokat láthatnánk a részvényindexekben. Na, akkor majd a forint. Egyelőre forintban sem, ott is ugye kivárnak a befektetők a délutáni kamat döntőülésre. Most 1 euróért jelen pillanatban 360 forint 50 fillért, míg 1 dollárért 309 forint 50 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Nagyobb keresztekbe láthatunk némi dollár gyengülést ma is, ami most már néhány napja tart. Az euró-dollár kereszt most 1.1649, míg a font-dollár 1.3779 ebben a pillanatban. Na jó, hát akkor köszönjük szépen, megnézzük, hogy mi lesz ebből. A nap végén majd reggel beszámolunk róla. Köszi, jó kereskedés, szép napot, szia. Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.